Sziasztok! Életemben először beszélek ennyi ember előtt. Hú, köszönöm a felkérést először is. Körülbelül másfél éve uh, indult az utazásom a zen hullámvasútján. Az az találom a féket. Ilyen négy napos elvonulásokra jártam főleg, és hát csak. Tehát maximum négy napot töltöttem a templomban. Nagyon tetszett. Hazamentem, minden. Prima volt, a kapcsolataim elkezdtek ö, ö, jobb minőségre emelkedni, letisztultam, lecsendesültem. Úgyhogy jöttem vissza havonta, két havonta, föltenni a kérdést újra és újra, hogy mi ez. Mivel ilyen jó tapasztalataim voltak, gondoltam, hát ez 90 napig csinálni, fantasztikus lehet, úgyhogy hát akkor ki volt se, úgy is jött ki a lépés, hogy felmondtam a munkahelyemen számítva arra, hogy én jövök majd ide térre, nem is kerestem új munkahelyet. Aztán kikötöttem itt. Hát, ha tudom, hogy ez ennyire kemény, akkor lehet, hogy nem úgy állok neki a télnek, hogy ide nekem kölcse. <laughs> Az első hét után kezdett nagyon nehéz lenni. Ilyen hihetetlen mennyiségű érzelmi karma kezdett kijönni belőlem, nem tudom hogyan, nem tudom honnan. De csak sírtam, és sírtam, sírtam. Aztán kaptam egy mantrát szunimtól. Meg a, a, reggeli 108 leborulásom mellé még egyszer 108-at naponta. Úgyhogy szorgalmasan elkezdtem csinálni, bízva szunim tanácsaiban. Eltelt egy hét, és hihetetlen, hogy mennyire elkezdett működni. Elkezdett letisztulni a kép, már nem jöttek azok a nagy érzelmi hullámok. Szerintem kezdtem magamhoz térni, és pont ugyanaz hozott vissza, mint ami felhozta azt a rengeteg. Nem is tudom, minek hívjam rengeteg szörnyűséget sárkányt boszorkányt a, a meditációk alatt meg az éneklések alatt. úgyhogy. Hát ez működik. Működik nem tudom hogy. De igazából nem is kell tudnom csak csinálom és élvezem azt hogy hogy rengeteg energia szabadult fel bennem. Még este keresek extra feladatokat, hogy végre elfáradjak, és le tudjak feküdni, aludni. És uh, jó tapasztalni azt, hogy a korábban fixen azt hittem, hogy nekem 8 óra alvás kell, hogy ki, ki legyek pihenve. Hát elég öt is, hogyha étcsend van, és, és nincs az a nagy katyvasz, ami, ami eddig, eddig volt így megszokásból is a hétköznapokban. Igazából azt mondtam az elején, hogy azóta se találom a féket, de már nem is keresem. <laughs> Nincs rá szükség. Igen, még a koanokról szerettem volna beszélni, amellett, hogy mennyire hasznosnak tartom ugye a már említett leborulást, a mantrázást és a napi háromszori éneklést. A pont egy ilyen, ilyen érzelmi, viharos időszakba kerültem, és egy, egy olyan kohant kaptam, aminek a megoldásához a, pont a szívemet kellett megtalálni, és rájönni arra, hogy hogyan kell együttérzően cselekedni. És ahogy, ahogy szépen kezdett letisztulni a, a kép, megoldottam a kohan mind a három kérdését, és megkaptam a következő kohant, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy az mit hoz. De nekem most állt össze, hogy, hogy ezek a gyakorlatok mennyire egymásra épülnek, és mennyire kell az egyik a másikhoz. És én ezt korábban, mikor kezdtem, nem, nem annyira értettem, hogy, hogy jó, énekelünk, leborulunk, bemegyünk koan interjúra, és hogy, hogy mindez, mindez, mire jó, de valami, valamiért azt éreztem, hogy, hogy működ, működni fog, vagy mindig is ott volt a hívó szó, hogy, hogy csak csináljam, csináljam, és csinálni fogom továbbra is, az biztos, hogy ez, ez ennyire működőképes. A legfontosabb dolgok, amiket megtanultam, hogy a, a nem tudom is válasz, és ér azt mondani, hogy nem tudom. Ez volt talán az első és nagyon nagyon nagyot dobott az életemen az, hogy, hogy, ezt kivittem a való életbe, és, és mertem azt mondani bizonyos szituációkban, hogy nem tudom. <laughs> a másik, amit megtanultam, hogy nem kell mindenre reagálni. Hogy a nem tudom mellett lehet válasz az is, hogy egyszerűen nem csinál semmit. Csak várod, hogy a dolgok a helyükre rendeződjenek spontán maguktól. És ami a legnagyobb, és a leglátványosabb dolog, ami, amit hozott a, a az gyakorlás az életembe, az az elsősorban a kapcsolataimon látszódik igazán. Egyszerűen elkezdett rendeződni a viszonyom a szüleimmel, a a kutyákkal mindig jó volt. <laughs> a munkahelyemen valahogy jobban tudtam együttműködni. Így, így már egy évig is meg tudtam maradni egy munkahelyen, pedig korábban ilyen három hónapokat töltöttem el egy-egy munkahelyemen. Elkezdtek barátaim lenni, olyan barátaim, akik, akik, nem csak spanok, és, és két hetent összefutunk, és sétálunk egyet, aztán két hétig, egy hónapig megint nem látjuk egymást. Szóval egy, egy tényleg valódi minőségbeli változás történt. És mindez úgy, hogy, hogy eljártam ide gyakorolni, de én kint a való életben nem tettem látszólag semmit, vagy úgy direkt semmit azért, hogy, hogy, na most akkor ezt fejlesztem, azt fejlesztem, oda megyek a szüleimhez. Nem, nem, nem csináltam nagyon semmit, csak bennem változott meg valami úgy, hogy, hogy elkezdtem összhangban élni a környezetemmel. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy 90 nap után milyen lesz hazatérni, miután, miután így darabokra hullottam, aztán valahogy visszapakolódtam. Vagy nem is, inkább mint egy, mint egy szoba, ami régen tele volt bútorokkal, ilyen mindenféle gicsessel, most ki lett pakolva, és most rendeződik vissza, hogy ez a szoba úgy lehessen használható, hogy azt használni kell, tudj benne aludni, legyen ajtó rajta, <laughs> és kb. ennyi. Ablak, igen. Ablak is olyan. És igen, ez még oda tartozik ahhoz, amit, amit itt megtanultam, hogy használjuk mindent arra, amire való. <laughs> igen, ezért is lett nagyon szimpatikus a zen már az elején, mert, mert nem láttam ezt a, a spiri körülötte, felesleges mozdulatokat. Minden a helyén van, tisztán, egyszerűen, érthető, követhető, rendszerezett. Hát nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hát ezt már említettem, de nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy ahogy kitisztult a kép, így kb. a harmadik hét után hihetetlen mennyiségű energia keletkezett bennem amit nagyon érdekes megtapasztalni, hogy ennyi energia van bennem hogy ez lehetséges, hogy pillanatról pillanatra tudok élni, cselekedni szinte sose fáradok el, az alvás is tényleg csak funkcionális Úgy megpróbálom ezt kivinni a, a való életbe hasznosítani magamnak is, másoknak is. És még egy nagyon fontos dolog, amit nem szabad elfelejtenem, amit itt tanultam, kenyeret sütni. <laughs> uh, úgyhogy gyártom naponta a, a kenyeret, hogy ledolgozzam azt a rengeteg sok energiát, ami, ami felszabadult bennem. Aztán majd még lehet bővítem a palettát valami sütivel. <laughs> Ezzel, azzal. Ha nem bánjátok. <laughs> Igen, és mindehhez kellett az is, hogy hogy ez közösen csináljuk, mert ez külső tükrök nélkül nem ment volna. Nagyon-nagyon sokat lehet tanulni abból, hogy egy-egy hogy ember, hogy és miként hat rád. Az egy ilyen tükör előtted. Vagy fölhozza azokat a dolgokat, amikkel foglalkoznod kell. És itt meg kifejezetten nagyító alá kerül minden egyes kis apróság, ami lehet, hogy a kinti világban is érde de valahogy így elment melletted. Na, itt nem megy el melletted, itt bizony dolgozni kell azon, ami, ami feljön, mert máshogy nem maradsz meg 90 napig. Meg hát azért is vagyunk itt, hogy ezeken dolgozzunk, úgyhogy, úgyhogy köszönöm mindenkinek. Csongászonyomnak nagyon köszönöm. És nem csak a személyes segítséget, hanem hogy ez létezik, hogy erre lehetőségünk van. Úgyhogy aki még nem merészkedett el ide, ajánlom, hogy merészkedjen, mert ez tapasztalat nélkül tényleg nem működik. És ez egy olyan dolog, amit, amit érdemes megtapasztalni, hogyha valaki egy jó minőségű életet szeretne élni, jó kapcsolatokat szeretne ápolni, magával is, másokkal is. Köszönöm szépen.